vagy. Sziasztok, jó estét kívánok, én Král Attila vagyok. Mindig bemutatkozni, biológus gyárilag, de most egy ilyen két éves műemlékvédelmi kitérőről számolik be. A projekt, amiről szó van, meg szó lesz, ez a testvére annak a projektnek, amit a Károly Zsuzsi mesélt a legelső előadásban, a műemlékkörnek. Tehát gyakorlatilag, ugye itt azt mondja ez a derék plakát, hogy jön Egerbe a fürdők és a műemlékek városába. Ennek az invitálásnak nem tudtunk ellenállni mi sem, és egyrészt házakat kerestünk, másrészt olyan udikalauzokat, akik hajlandóak rávertük arra, hogy egymásról meg magukról beszéljenek, tehát gyakorlatilag itt házak mesélnek saját magukról, meg helyi polgárok mesélnek saját magukról, és ezek kommunikálnak is egymással. Úgyhogy gyakorlatilag, amit látok, itten Egernek a legvonzóbb részei, mik ezek? Borkultúra, fürdőkultúra, barokkor, illetve mindezek együtt. Azt gondoljuk, hát igen, mielőtt még belevágnánk a dolgokba, tehát ez gyakorlatilag egy interaktív, GPS alapú és okostelefonra fejlesztett városi séta alkalmazás, ami azt gondoljuk, hogy rendkívül szórakoztató is. Ugyanis az benne a trúváj, eddig ez nem lenne akkora hatalmas nagy szám, de valójában itt az a helyzet, hogy helyiek, tehát egri polgároknak a saját történetei vannak egy sztorivá összefűzve, ezért rendkívül szórakoztató, rendkívül személyes is, tehát hogy az ember hallgatja ezek a történetek a saját magáival összekeveredve egy külön sztorit alkotnak. Amit itt láttok, ugye itt a Packet Guide nevű cégnek a segítségét kértük ahhoz, hogy ez a túra kifejlődhessen. Nem akartunk egy teljes túra alkalmazást csinálni magunktól, ők már kellő reputációval rendelkeztek ahhoz, hogy ez működhessen. Négy időszakban, vagy négy ilyen periódusban soroljuk a munkát, hogy így sikerült ezt megvalósítani, ezt a projektet. 2013-14 folyamán annyira, hogy most már ez készen van és letölthető, de ezt majd a végén úgyis még egyszer el fogom mondani. Az első periódusban alapvetően a épületeknek a megkeresése, tehát melyek legyenek ezek az épületek, miket lehet róluk elmondani, tényeknek vagy ilyen információknak a gyűjtése volt, rengeteg könyvtárazás, kilónyi könyvek, sőt mázsányi, elképesztő sok fotó és egyebeknek az összegyűjtése zajlott, illetve helyi közreműködéket kerestünk Egerből. Második szakaszban tovább gyűjtögettük ezeket az információkat, meg személyes történeteket. Próbáltunk olyan helyieket beszervezni, akik hajlandóak saját magukról, az épületekhez fűződő viszonyukról mesélni nekünk, illetve kerestünk olyan kezdeményezéseket, amelyekhez kapcsolódhatunk. A harmadik szakasz az már arra szolgált, hogy ezeket a sztorikat elkezdjük egy történetté összefűzni, tehát ami személyes történetekből kivonható, igazán izgalmas történetek vagy sztorik, azokat így összeboronálni egy történet, és végülis negyedik szakaszban ezt sikerült is megtenni. Így aztán bevontunk egy dramaturgot, aki az egészből csinált egy szenzációs és fantasztikus történetet, ami, hogyha az okostelefonunkat bekapcsoljuk, akkor megszólal nekünk, miközben Eger műemlékei között sétálunk. Mindezt teszteltük, és 2014. május 31-én be is mutattuk. Na hát eme két irányból szerveződik ugye a maga az alkalmazás. Egyrészt van egy túraútvonal, ez egy 15-20 műemléket ölel föl, nagyjából 90 perc hosszúságú, 200-300 méterre vannak egymástól ezek a műemlékek, és nyilván van hozzá egy tartalom, ami viszont abszolút személyesen ezeknek a egri polgároknak a elmondásai vagy történetei alapján szerveződik össze. Tehát összefoglalván, volt egy nagyszerű célunk, az, hogy csináljunk egy alapvetően univerzálisan használható ilyen városi séta alkalmazást. Az a kérdés, hogy vajon egy alapvetően helyi történetekre fűzött ilyen alkalmazás mitől lesz, mitől válhat ténylegesen univerzálissá, vagy adaptálhatóvá más városokba. A helyi jelleg nem írja ezt fölül. Azt gondoljuk, hogy maga a módszertan, tehát ahogyan neki ugrott a csapat ennek a történetek gyűjtésének, az viszont ténylegesen univerzális, ez ténylegesen adaptálható más területekre is. No, de hát persze vannak nehézségek. A nehézségek közül ezek egymással rímelnek igazából. Tehát ugye ahhoz, hogy elindulhasson egy ilyen dolog, ez az alkalmazás bár rendkívül jól motiválja a helyi közösséget, de mégis egy alapvetően feltételez egyfajta motivációt.
az örökséggel való foglalkozást azt erősíti, de hogyha nincsen eleve meg egyfajta aktivitás a közösségben, akkor nem fog működni. Tehát egy ilyen farkába harapó kígyó helyzet alakul ki. Ilyen értelemben tehát teljesen nulláról ezt nem lehet elkezdeni, az a tapasztalat. Na most, amikor az ember egy ilyen projektnek a végére ér, pláne hogyha az Európai Unió finanszírozza, akkor forró reméli, hogy valami túlél ebből a dologból, és valami az mégiscsak tovább a terméken tovább tud mutatni. Hát ezek a fő kérdéseink, és igazából nyűglődéseink, tehát hogy ki fogja ezt menedzselni, hogyan fogja, hogy a visszajelzéseket ki fogja gyűjteni, és egyébként nem teljesen vagyunk elveszve ebben, a Packet Guide-ben hálég nem tud segíteni. Teljesen biztosak vagyunk benne, hogy nem a szoftver fogja túlélni az egészet, hiszen az információs technológia olyan ütemben fejlődik, hogy minden héten jelenik meg egy újfajta dolog. Ami viszont túlélheti, az pontosan az a közösségfejlesztő, vagy közösségépítő, bevonó hatása az egésznek, illetve az a módszertan, ami emögött van, ami például ilyen területeken meg tud jelenni. Bár ezt letesztelni a projekt, nyilván tehát az a fázis rendkívül fontos, hogy nem tudjuk előre megmondani, hogy milyen módon viszonyul egy adott közösség a saját kulturális értékeihez, vagy épített örökségéhez. Na hát mostanára elkészült, ugye május 31-én bemutattuk az alkalmazást, ami azt jelenti, hogy erről az alsóbb linkről letölthető, a felsőbb linken pedig a további szenzációs aktivitás figyelhető meg a Facebook oldalon. Ezeknek a szervezeteknek és egyebeknek kell köszönetet mondani. A Packet Guide mellett a MOME-nak és a MOME Kreatív Labornak az elképesztő és fantasztikus áldozatos munkájának a gyümölcse ez az alkalmazás, amit mindannyian nézzetek meg, és a Forster Központ volt az, aki ennek teret adott. Tehát mostan igazából, most már csak semmi más dolgunk nincs, amit letölteni, elmenni Egerbe, keep calm, és hallgassuk a mesélő emlékeket. Köszönöm szépen!